Olaszország és Lengyelország is ellenzi a hétvégi EU-német alkut a belső égésű motorok 2035 utáni megtartásáról. Az ügyben szombaton egyezett meg Berlinnel az Európai Bizottság. Eszerint a céldátum után is adhatnak majd el olyan új autókat, amelyek úgynevezett E-üzemanyagot használnak. Az olasz kormány azért ellenzi a megállapodást, mert ők technológiától függetlenül minden járműnek mentességet adnának, ami zéró kibocsátással üzemel. Erről Giorgia Meloni olasz miniszterelnök beszélt a múlt heti uniós csúcson Brüsszelben. Németország különösen az E-üzemanyagokért lobbizik, és szeretnék biztosítani a szükséges ellenőrzéseket ebben az ügyben, ez helyes. Mi ugyanezt kérjük a bioüzemanyagok ügyében, ebben egyetértés van közöttünk és Németország között, mondta Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök. Németország az E-üzemanyagokra kapott kivétel miatt elfogadja az alkut, és ezzel elhárul az akadály a megegyezés elől. Az alku részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság. Környezetvédelmi szervezetek szerint aggasztó az, hogy mentességet kaphat az E-üzemanyag a jövőben. Az E-üzemanyagok előállítása és a motorokban való elégetése nem hatékony, és ötször annyi energiát emészt fel, mint az elektromos járművek meghajtása, mondta a Transport and Energy nevű szervezet szakértője Carlo Tritto. A civilek szerint a szabályozás újabb kiskaput nyithat meg, mert az E-üzemanyagot használó motorok hagyományos benzinnel is működhetnek. Ezek az üzemanyagok jelenleg nem állnak rendelkezésre nagy mennyiségben. 2030-ra a kutak 0,4%-ánál, 2035-re pedig 3%-uknál lesz elérhető, tette hozzá a szakértő. Az uniós energiaügyi miniszterek kedden vitáznak majd a javaslatról.